2016. április 1-től a Kistarcsai Köfe Kft. Feladatellátási körébe került Kistarcsa város üzemeltetése. Kivű Kft., az, ahogy most mi fogalmaztunk itt a tárgyások során, egy úgymond hibrid cég volt, tehát hulladékgazdálkodásra is foglalkozott, városüzemeltetésre is foglalkozott, intézménykarbantartással, takarítással is foglalkozott, tehát elég sok feladatot látott el, gondnoki feladatokat a városban, tehát eléggé multifunkcionális volt ez. Alapvetőleg nem működött rosszul, viszont törvényi változások voltak, ugye megalakult a holding, ugye elfogadták a jogszabályt, ami ugye a hulladékgazdálkodás teljesen újraértelmezi az országban, és a rendelkezésre álló információk és tanácsok alapján arra a következtetésre vagy döntésre jutott a testület, hogy kell csinálni egy tisztán hulladékgazdálkodási céget, ami teljesen el fog tudni számolni a költségeivel majd a holding felé, és válaszuk ettől teljesen külön a városüzemeltetést, nem csak könyvelésileg, hanem cégileg is, hogy egy teljesen új, tiszta helyzetet teremtsünk a megváltozott jogszabályi környezetben. A Kistarcsa városüzemeltető non-profit Kft. Így ezentúl kizárólag hulladékgyűjtéssel foglalkozik. Minden egyéb városüzemeltetési, városgondnoksági, az intézmények karbantartási és takarítási feladatai a közterület fenntartó Kft.-hez kerültek át. Gyakorlatilag a Kivű Kft.-nek a városüzemeltetési üzletágát vette át, ez így is hívjuk, tehát egy üzletági átvétellel történt a dolog, átlettek véve a dolgozók, átlett véve a telephely, átlettek véve az eszközök, legyen szó gépjárművekről, vagy bármilyen más kéziszerszámokról, alapanyagokról, tehát ami a városüzemeltetéshez tartozott, ott volt nyilvántartva, az ott is maradt és az átkerült, és így tisztán hulladékgazdálkodási eszközök és a velük dolgozó munkavállalók maradtak a Kivű Kft.-nél. Elsősorban a városüzemeltetési és az intézmény karbantartási feladatok tartoznak a Kistarcsai Köfe Kft.-hez. Ez a önkormányzat tulajdonában álló intézmények, tehát maga a önkormányzat épülete, az egészségház, az általános iskola, illetve az alapszolgáltatási központ, tehát ezek a szociális intézményeknek a takarítása, a környezetének a karbantartása, valamint egész Kistarcsa város területén a járdák, a közparkok kezelése, a fűnyírás, téli időszakban a síkosságmentesítés, tehát egy elég összetett feladat hárul ránk. Jelen pillanatban 20 fő létszámmal dolgozunk, ebből körülbelül 50% az arány, akik a tisztítás technológiai ágazatban, tehát a takarítással foglalkoznak, itt 9 fő takarítónk és egy csoportvezetőnk van, illetve a karbantartási, tehát amit mi úgy hívunk, hogy műszaki részleg, ott is 10 fő alkalmazottunk van. Nekik is külön van egy csoportvezetőjük, és a feladatokat közösen látják el, de mégis meg kell osztani, mert vannak bizonyos olyan feladatok, ahol mind a kettő ágazatra szükség van. Mi közvetlenül közfoglalkoztatókat nem alkalmazunk, de a közfoglalkoztatottak munkáját mi irányítjuk olyan szinten, hogy az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak nálunk végeznek munkát, ami elsősorban a közterületen vehető észre, mert velük gondozzuk a parkokat, illetve a járdákat tisztítjuk, az intézményeknek a környezetét, az udvarokat, illetve van egy másik részleg is, ami a Gödi Víztársulásnak a közfoglalkoztatottai, és ugyanilyen hármas megállapodás alapján nálunk vannak. Ők itt a árkokat, a különböző vízfolyásoknak, tehát szintén a közterületi tisztítást, illetve karbantartást végzik. Ők összesen, tehát a önkormányzat részéről jelen pillanatban 8 fő közfoglalkoztatottunk van, illetve a Gödi Víztársulat részéről is körülbelül
ennyi szokott lenni a létszám, de ezek folyamatosan változnak. A KFT-t január-februárban hoztuk létre, tehát januári testületi ülésen döntöttünk róla, és februártól kezdte meg működését, de alapvetőleg az üzletág átruházással április 1-től indult el a valódi működés, onnantól fogva voltak az eszközök, a telephely, a dolgozók, az új cégnél, és onnantól fogva volt a április 1-től volt az új ügyvezetésnek a feladata, hogy minden gördékenyen menjen tovább. Én úgy érzem, hogy ez sikerült, tehát az átállást sikerült úgy végrehajtani, hogy a feladatokban nem volt fennakadás, minden dolgozó át lett véve, nem kellett senkinek sem az alkalmazását szüneteltetni, tehát gyakorlatilag tényleg egy folytonossággal márciusról áprilisra átváltva minden ment tovább. Annyi, hogy a fejlészben a cég neve változott. A jogszabály kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy a tulajdonában álló cégek mellé tegyen egy háromtagú felügyelőbizottságot, aminek a feladata a gazdálkodás, a számviteli rend és a működésnek a folyamatos ellenőrzése, a menedzsment ellenőrzése. Meg kell vizsgálnunk minden olyan beszámolót, előterjesztést, amit az ügyvezetés a testület elé terjeszt, és akkor a mi javaslatainkkal vagy jóváhagyásunkkal fogja majd a bizottság, majd a testület megtárgyalni. Ezen kívül mi is készítünk az általunk tapasztaltakról, megvizsgáltakról éves jelentést, tehát van rendes éves munkatervünk, van ügyrendünk, tehát alapvetőleg a tulajdonos érdekeit képviseljük a cégben, és ellenőrizzük azt, hogy az érdekei a működés során folyamatosan meg is valósuljanak, és tájékoztatjuk folyamatosan a tulajdonost. Az új cég létrehozásával egy időben az egyébként korábban tervezett fejlesztések is megvalósultak. Alapvetőleg a gépjárműpark fejlesztése, a dolgozóknak a beiskolázása, eszközök beszerzése, ezek mind terve voltak véve, és a költségvetés előkészítése során terveztünk is vele. Az, hogy menet közben évvégén megalakult a holding, és hogy végül ezek a fejlesztések az új cégnél valósultak meg, ez gyakorlatilag úgymond a véletlen műve. Természetesen akkor, amikor láttuk, hogy a decemberben már azért láttuk, hogy januárban mit kell majd beterjesztenünk, így ezeket a fejlesztéseket természetesen már megvártuk az új cégnek a létrejöttét, hogy utána ne legyen probléma az új eszközöknek az átadásából, vagy az, hogy esetlegesen a folyamatban lévő tanulmányoknak a könyvelésével, vagy bármi mással. Hát megközelítőleg ez egy 24-25 milliós összeg volt, ami a beiskolázások és a gépjármű beszerzéseknek a keretét adta. Ezen kívül voltak ugye egyszeri a cég alapításhoz kötődő kiadások, amit ugye most az elején kellett ugye megfizetni, hát ez a bélyegkészítéstől kezdve a iroda kialakításig, tehát ezek voltak azok, amik mostani egyszeri költségek voltak. Alapvetően megemeltük az üzemelési költséget is, ugye, mert emeltünk létszámot, illetve bérfejlesztést is létrehajtottunk. Ez szintén egy olyan fejlesztés volt kapcsolódva az előbbihez, ami ha nem vált volna szét a két cég, akkor is megvalósult volna, mert ez is egy tervezett fejlesztés volt. Ugye itt az üzletág átruházás keretében bizonyos eszközöket megkaptunk mi, de nem teljes mértékben. Tehát nekünk is szükségünk volt olyan eszközökre, ami eddig is a városüzemeltetésnél volt, csak a megosztás miatt nem kerülhetett hozzánk. Ebben a kategóriában olyan eszközök kerültek beszerzésre, ami ilyen kommunális célra használható, tehát több funkciós gépkocsik, illetve tehergépkocsik, ami ilyen platós, billenő, platós felépítménnyel, illetve autódarú található rajta, valamint egy 7 személy és a szerszámok szállítására alkalmas Mercedes Sprinter, ami itt áll mellettünk. Ezzel ugye a helyszínre tudjuk szállítani a megfelelő anyagokat, illetve szerszámokat, valamint a munkaerőnek a transportálását is ezzel tudjuk megoldani. Természetesen a cég az folyamatosan naprakész állapotban megfelelő gazdálkodással várja azt, hogy amennyiben akár az önkormányzatnak, akár a cégnek lehetőség van pályázni, akkor arra mi le fogunk csapni.
Tehát a telephelyünk az változatlan, tehát a két cég egy telephelyen van, Kistarcsán a Kossuth Lajos utca 23-ban. Itt megosztásra került a telephely is, mi hogyha belépünk a kapun, akkor nekünk a jobb oldalon található egy kis különálló épületünk, aminek szintén beruházás keretében felújításra került a belseje. Itt lettek kialakítva a mi irodáink. Gyakorlatilag nekünk ügyfélfogadásunk külön nincsen. Nekünk elsősorban az önkormányzat városüzemeltetési irodája, illetve az intézmények intézményvezetői juttatják el a kisebb megrendeléseket, illetve a megrendeléseket a kisebb javításokról. Természetesen van nekünk egy lakossági, illetve egy nyilvános telefonszámunk is, ami a 0628 470 119-es. Ez régen is ugyanígy csörgött a Kibi Kft. Telephelyén, de ezt a számot, ezt kapta meg a Köfe Kft. Ugye itt gondolok olyan rendkívüli eseményekre, mint ami a közelmúltban is volt, ez a jeges eső következtében a fák leszakadása. Tehát ez egy ügyeleti telefonszám, hogyha a településen bármilyen zavar vagy rendellenesség történik, ez a nap 24 órájában hívható.